Jertek az én keresztfámhoz. Üdvösség te kultárához. A Szucsán testvérekből álló Pro Artisos Népzenei Társulat mintegy 20 perces húsvéti összeállítással szórakoztatta Pakson a Tulipán utcában lakókat, akik ablakaikból, teraszaikból figyelték és hallgatták az előadást. Az atomvárosban gondoltak egy nagyot és házhoz vitték a muzsikát. Amint megszólalt a zene, bezengte az utcát, folyamatosan nyíltak az ablakok és lettek tele a teraszok az otthonukba bezárt emberekkel, akik egy kis vidámságra, szórakozásra vágytak. Tehát lassan már egy hónapja, hogy bezártuk a Csengei Dénes Kulturális Központot, de nem csak ezt, hanem az összes kulturális intézményt Pakson, így nincs meg a lehetőség arra, már egy hónapja, hogy közösen megéljük a kultúrát, a szórakozást, hogy közösen tudjunk kultúrát fogyasztani. Így arra gondoltunk a Csengei Dénes Kulturális Központ munkatársaival, hogy házhoz, ablakhoz, erkélyhez visszük a kultúrát és a szórakozást, úgyhogy helyi zenekarokat, zenészeket, énekeseket, előadó művészeket kértünk meg, hogy az előttünk álló időszakban, pár hétben, remélem csak pár hétben szórakoztassák és házhoz vigyük a kultúrát, szórakoztassák az embereket. A Szucsán banda tagjai, azaz a Szucsán testvérek Sára, Balázs és Zalán húsvéti népdalcsokrot adtak elő a paksi lakótelepi tömbelsőben. Mindhárman a Pro Artis Művészeti Iskola növendékei. Sokszor szoktunk versenyekre is járni, meg fellépéseket tartani az óvodásoknak, húsvétkor, karácsonykor, farsangkor. Onnan kezdtük el a népzenét, hogy anyukánk meg apukánk nagyon szereti a népzenét, és nagyon sokat hallgatjuk, és onnan kezdődött. Én 4 éve tekerőzöm, és hát a banda az hát olyan, mintha testvéri csoport lenne, és együtt zenélnénk. Szucsán Sára, Balázs és én, Zalán. Sára hegedülés kontrázik, Balázs bőgőzik, és én tekerőzöm. Azért vállaltuk el, hogy az embereknek jó kedvet csempészünk a mindennapjaikba.